Annak idején a Magyar Rádióban, talán sokan emlékeznek még rá, a Szabó család tagjai is bizony sokszor ettek zsíros kenyeret. Itt Szombathelyen is van egy ilyen családregény a rádióban, amit Nándor családnak hívnak. 2005-ben indult a sorozat, méghozzá az itteni Szóköz kisközösségi rádió hullámhosszán. Aztán tavaly az egyetemen működő Berzsenyi Rádió vette át ezt a műsort, ami azóta is fut, bár most éppen nyári szünetre készülődik, és a család egy balatoni nyaralást tervez. Az előző rész tartalmából elérkezett a vizsgaidőszak. Ruzsina remek puskát készít, zongora, Elemér ellop. A dulakodás közben beesnek a vizsgáztatók. Tessék, Nándor Sándor! Nem zavarlak? Hát tudod, annyira megrázott ez az egész, hogy muszáj valakivel megosztanom. Tasnádi Róbert vagyok, az egyetem adjunktusa, a Berzsenyi Rádió felelős szerkesztője, és szerep szerint Nándor Sándort alakítom, akinek van egy szép nagy családja, és a feladata az állandó probléma megoldás. Sándor, nem láttad valahol a szociálpszichológia könyvemet? Jövő héten vizsgázok belőle, és nem találom sehol. Talán magaddal vitted az albérletbe. Nem hiszem, ott nincs. Itt kell lennie valahol. Hát akkor nézz körül. Nekem igazán nincs szükségem a tankönyveidre. Rozál Eszter vagyok, író, a darab szerzője. Én az agyát, Nándor Sándorné Klotildot alakítom. Két gyermekünk van, Gizi, aki saját gyermekünk, illetve van egy örökbefogadott fiúk, Helmut. Családozom a szabadidőmet, hogy minél előbb végezhet, és akkor ez a hála. Inkább írtam volna verset. Maga a történet is egy szombathelyi családról szól. Vannak a családtagok, apa, anya, gyerekek, szomszédok, barátok, ismerősök. És természetesen, ha olyas valami történik a városban, akkor időnként azt is beleszövöm a darabba. Anya, én már elég nagy vagyok. Amikor takarítani kell, vagy mosogatni, mindig arra hivatkozol, hogy már milyen nagy lány vagyok. Ehhez azonban még kicsi vagy. Molnár Leonóra vagyok, 6. osztályos. Szilviát alakítom, aki most a Nándor családhoz költözik, míg szülei Indiába utaznak. Igen, hát mi sem értjük, hogy miért. De már itt sem vagyunk. Hoho, na várjanak csak. Úgy hallom, hogy valamilyen puskáról vitatkoztak. Puskáról? Erre nem emlékszem. Velics Gabriella vagyok, a Berzsenyi Rádió főszerkesztője. A Nándor családban a szerepem szerint Krém Felíciát, egy nagyon szigorú pszichológia tanárt alakítok. A nagybátyámról beszélgettünk, ugyanis vadász, és tegnap este tisztította meg a puskáját. És ezt higgyem is el, hogy pont most jut eszébe a nagybátyja. Nem is tudom, de nekünk nincs puskánk, igaz, lányok? Nincs. A rádióban megforduló hallgatók, akik egyébként jegyért és kurzusként teljesítenek itt rádiós gyakorlatot, ők tudják, hogy van a hangjátékunk, és többször kapok visszajelzést, hogy igen, hallgatták az epizódot. Jókat nevetnek rajta egyébként, hogy mi oktatók itt elbohóckodunk, és teljesen más karakter bőrébe bújunk bele. Szerintem valamilyen szinten ez nekik humoros vagy vicces is, hogy egy oktatót egy másik szerepkörben lát, hall. Tudja mit, Jolán? Maga maradjon csak itt, és húzzon egy tételt. De nem én következem. Hát azt egyelőre én határozom meg, hogy ki következik. Molnár Barbara vagyok, kommunikációs médiatudomány szakos hallgató, a sorozatban pedig Lovas Jolánt játszom, aki szintén egyetemista hallgató, és Nándorék albérlője vagyok, és egyben barátjuk. Mór Ferenc vagyok, Berzsenyi Rádió technikusa, egyébként a Nándor családban pedig Elemért alakítom, aki a történet elején még azt hiszik, hogy jó fej, de aztán kiderül, hogy gonosz. Neked mi a véleményed, Sándor? Most nem rossz, csak egy kicsit túl sötétek a színei. Bőven belefér, hogy az utca embere jön be ide, és száll be a sorozatba. Annál szélesebb a spektrum, annál különbözőbb karakterek jelenhetnek meg, mind stílusban, tehát mind főleg ugye a hang alapján, tehát a különböző beszédhibáktól elkezdve az akcentusok, minden belefér. Az az igazság, hogy ez Kunc első képeinek egyike, és maga is úgy nyilatkozott róla, hogy nem tartozik a legjobbak közé. Horák János vagyok, kommunikáció és médiatudomány szakos hallgató. A Nándor családot egyrészt én vágom, másrészt játszom benne Dezsőt. Desiré, ugye neked is tetszik? Hát persze. Csak egy valamit nem értek. Igen? Ha jól látom, az a kép címe, hogy
alkonyat, de nem látok sem napot, sem nyugovóra készülő tájat, és egyáltalán semmi jelet, ami az estére utalna, csak ezt a szürke összevisszaságot. Jó Ágnes vagyok, középiskolai énekzene szakos tanárnő. A darabban Helmut nagylényét játszom, Agnes Woolworth-ot, aki Angliából települ haza, és a család barátja vagyok amúgy. Ide van a legfelsősávban bepakolva a szöveg, ebbe itt van a zene. És itt még később a hangeffektek is, és egyreverőre. Én minden nap mesélni fogok rólad, erre nem így kerül. Hangzik. Balaton, Tiszató, de jó is lenne elmenni valahová. Ez valami utazási iroda honlapja? Á, nem, az Írószövetségé. Ugyanis jó pár üdülője van ország szerte, amit a tagok kedvezményesen igénybe vehetnek. Most nyáról szünetelni fog a rádióadás, a hallgatóknak is nyári szünet lesz, talán több idejük lesz arra, hogy ők maguk is alkossanak valamit, ezért arra gondoltunk, hogy megkérjük a hallgatókat, hogy írjanak egy részt a Nándor családból, egy epizódot. A Nándor család a Balatonnál nyaralt szívvel, egy vidám epizódra gondoltunk. És megkinézted, hová mentek nyaralni? Azt hiszem a Balatonra. Sokan azt mondják, hogy a Balatonra menni sznobizmus. De én szeretem. Persze ezt még Klotilda is meg kell beszélnünk. Minimum egy vízbe fullás, na jó, nem úgy véresen, hogy belefullad valaki, de az biztos, hogy a csónakkal viharba keverednek, és természetesen nem tudnak úszni, és akkor segítségre lesz szükségük, tehát valami kaland mindenképpen kerülne bele. Na akkor ez így fog kinézni az utolsó életem egyik kedvencem, ami nem hagyhatjuk abba, amíg az összes edényt el nem mosogattuk. Jézusom, ez egy óriási fekete madár! Aki íráskészséget, de legalábbis kedvet érez a folytatáshoz, nyissa meg a www.berzsenyiradio.hu weboldalt, és ott a Nándor család című fejezetnél rákattinthat a pályázat feltételeire. Ott van a pályázati határidő, és mindenképpen érdemes az írókedvűeknek pályázni, hiszen akár balatoni nyaralást is nyerhetnek a sikeres pályázattal, illetve akár ide a Szombathelyi Média Wave Fesztiválra is jöhetnek a nyertesek.